Kísérletünkben a fehérjék kimutatása következik, xantoprotein reakcióval, illetve a biuret próba elvégzésével. A xantoprotein reakcióhoz tömény salétromsavat használunk, illetve borszeszégő és a kémcsőfogó szükséges a melegítéshez, a biuret próbához pedig rész 2 ionokat tartalmazó részszulfátoldat, illetve nátriumhidroxidoldat kell. A fehérje oldathoz, amelyik megvan nekünk a kémcsőben, egy kevés tömény salétromsavat öntünk. Nagyon szépen látszik rögtön, hogy a fehérjét, ez a tömény salétromsav azonnal kicsapta, majd pedig a megfelelő színreakcióhoz, amit szeretnénk látni, ahhoz melegítjük a fehérjét a salétromsavval. Melegítés hatására jellegzetes színreakciót mutat, ami már lassan látszik is a kémcső alján. A xantoprotein reakció lényege, hogy a tömény salétromsav az aromás oldalláncú aminósavakat nitrálja, és ezt a jellegzetes sárga elszíneződést mutatja. Xantoprotein reakció fehérjében. A biuret próbánál a fehérje oldathoz nátriumhidroxid oldatot öntünk. Ez a nátriumhidroxid oldat legalább 30%-os legyen, majd pedig utána részszulfát oldatot csepegtetünk hozzá. És nagyon szépen látszik az oldatnak ez a halvány lila színe, ez a biuret próbának a lényege, hogy a fehérjékben a rézionok komplexet képeznek a fehérjével, és az adja ezt a nagyon szép lila elszíneződést.